Az idős sodrában immár a 8. alkalommal kerül megrendezése Szabó Ákos fotoriporter által megálmodott kreatív ünnepség. Kreatívak is vagyunk ma, hiszen a hallható élmények mellett fotókiállítással is kedveskedünk Önöknek. Azért fotókiállítás, mert az okokozat, a húrok pendülése íme így válnak láthatóvá. Szeressük mi mindannyian az itt bemutatott fotókat, kiállított kincseket, fellépő énekeseket, zenészeket, csupán azért, hogy egy jót szórakozzunk ebben az egy órában. Filmet ajánlom először is figyelmükbe, amely kicsi pillanatképeket fog Önök elé vetíteni az elmúlt 8 évről. Fogadják szeretettel! Ami az itt élő egyénekben rejlik, és szerintem ez egy nagyon csodálatos dolog, és ezt köszönöm szépen én magam is Szabó Ákosnak és azoknak az alkotóknak, akik évről évre eljönnek hozzá. Az első zenés produkciónk Farkas Réka és Tájer Fannit kérem szépen, gitár Potrocsó Gábor, zongora Szabó Ákos. És ami Ákos fotóiban fantasztikus,
hogy mindig eltalálja, hogy minden vettem észre. Én nagyon szeretem, ha valaki úgy szereti a munkáját, hogy az a hobbija, az a hivatása, és így nem is várad el soha. Nos, én azt hiszem, hogy ő az, aki elkezdett valamit, folytatott valamit, és még messze van attól, hogy befejezzen valamit. Most mi itt nagyon kevésbe kerülő kincset fogunk látni. Hát élvezzük tiszta szépen igazán. Egyik mentoraként óvja nemzeti értékeinket. Falusi Lászlót kérem, fáradjunk mellé, aki Szabó Ákos jelenségről fog nekünk beszélni, és Ákost is kérem, hogy légy ide mellé. Mi a művész? Nem lehet más, mint kapcsolatteremtés, egy misztikus, magasabb szintű kommunikáció, alkotó és a befogadó. A művész alkot, és ez az ember próbálhat. Tulajdonképpen a művészet az egy szellemi lelki táplálék. Ugyanúgy, ahogy a testnek tápláléka van, szüksége van a szellemnek és a léleknek is a táplálékra. Megörökít. Ami érzékelheti a múló idő elragadását, az örökké valóság számára. Az idő és a fénykép elválasztottam a kattanás pillanata, elköszön a jelentől, és átlép a múltba egy örökké valóságot teremtve. Képeket gyűjteni annyi, mint világokat gyűjteni. Tehát a művészet nagyon sok formában előtörhet az emberből. Ákost is, amennyire ismerem, ugye gyermekkorát a zenével kezdte. Tehát a zene, ugye a zene megélése egyfajta belső világot alkot bennünk, ami képekké formálódik. És később, ugye ezt az utat, ahogy járja, megfogalmazunk benne, hogy hát igen, ő képi alkotást szeretne inkább, mint zenei alkotást. Tehát a művészet nem jár egyedül. Nincs olyan művész, aki csak egy képes alkotni. Egy
egy fényképet nézni, és látni azt a képet, teljesen más dolog. Amíg eljut a művész odáig, hogy látja is azt a képet, fát, tal, csicserkő, madár, zárban, természet meg annyi csodálja. Vagy éppen egy idős néni görnyedten belerokkant az ügyben. Én megmaradtam a zenében, bár nagyon érdekel a képi alkotás, de hát tudjuk, hogy ez rettentő sok idő kell. Ahhoz, hogy az ember technikailag is olyan szintre jusson, hogy azt, amit a fejbe megálmodnak, azt meg is tudjuk valósítani. Milyen címet is adhatnék ennek a mai kiállításnak? Hát gondolom már mindenki végignézte a képeket, ezek tulajdonképpen különböző országfotók. Mondhatnánk azt is mottóként, hogy üdvözlet a világból. És ugye ennek óriási jelentősége van, mert országokat bemutatni annyit jelent, mint egy új világot bemutatni. Ákosnak kétféle szeme van. Az egyik néz, a másik viszont lát is. És ebben a látásban olyan belső tűz van, ez nem más, mint az alkotás van. Visszatartani a lélegzetet, amikor az illékony valóság állandósul egy papírlapon. Tehát új világot bemutatni Ákos annyi, mint különböző kultúrákat láttatni. Annyit tesz, mint embereket ábrázol. Ákos képeinek két összetevője van szerintem, amióta a képeit nézem. Őszintesség és természetesség. És egyébként meg olyan elvetemült, ez az Ákos, hogy még azt a tudást, amit összeszedett, azt még át is akarja adni. Tanult. Köszi Ákos, hogy vagy. Tehetségesek másban, nem a fotózásban. Kezdjük a hölgyekkel, akik énekelnek. Ugye van Stajan Fanni, aki én nem kívül tehetségesnek tartom én. Gyermekési kistérségi tehetségkutatókon mindig jól szerepelt. Ő azt mondta, hogy nem mondjuk róla túl sok dolog, az zavarba lesz, tehát rosszat nem tudok, úgyhogy jóval tudok látni. Utána Réka, osztálytársak egyébként, tehát egyidősek, egy osztályban járva praktikus velük dolgozni. Könnyebb őket beszervezni egy fellépésre. Réka is régóta énekel, Réka is áll a tehetségkutatók, a Réka is szépen énekel, és őket láthatják itt. Hát van Kotrucó Gábor, aki szerint ő nem jó zenél, de hát tévedni emberi dolog, ezért látszik, hogy ős emberből van, mert tévedet. Mondtam, mi nem játszol, inkább azt mondom. Tehát játszol gitáról, zongorán, az biztos. Nem hátfázik, nem hátfázik, amúgy női hangszert, tehát nehéz volt. És most mi hangszert tanul? Szakszofon. Négy. Szakszofon. Most tanul, a család örömére. Úgyhogy őket láthatnánk itt eddig. Fogadják őket sok szeretettel, majd amikor még zenéni lehetne őket, jó? Thank you.
Laci barátom mondta, sajnos a napjainkban a fotózás kezdik egyre kevésbé értékelni, kezdik nagyon sok kontán járni sajnos a szakmában, és szeretném, hogy egy kicsit többre értékelnek az emberek a fotókat. Hiszen sajnos tapasztaljuk Laurában, hogy sokszor egy esküvői tortája többet képesek kiadni, mint egy esküvői fotósorozatra, azért, mert az finom édes, igaz, hogy 10 perc alatt elfogy, aztán lehet, hogy jövőre senki nem emlékszik, hogy milyen volt az íze, vagy milyen volt az alakja, max arra, hogy milyen szépen ment rajta a tűzjáték. Viszont a képeket, amiket készítünk, az nem 10 perc alatt készül, hanem egy egész napot mutat be, és hogyha ez a világ még áll sokáig, akkor lehet, hogy akkor éppen ifjúpárnak az unokájának az unokája, és azokat a képeket fogja nézegetni, hogy az én nagymamámnak a nagymamája hogyan ment férjhez. Én arra buzdítok mindenkit, hogy becsüljük meg a fotózást, áldozzunk rá, nem reklámként mondom ezt, áldozzunk rá, mert igazi emlékeket örökítek, amiből majd az eljövendő generációk táplálkoznak, vagy ezekből fognak majd felidézni egy érzést, egy gondolatot, egy eseményt. Ári János, még talán megkérni, hogy fáradjon ide ki mellén, mert ő az egyik, illetve most ő a társkiállítom. Egész életemet az emberek szolgálata töltötte be, és tölti be ma is. Közben folyamatosan tanultam, fejlődtem. Ami az utamba kerül, és fantáziát látok benne, azt felveszem, újra komponálom. Mindent szeretek, ami szemet és lelket gyönyörködtet. Legyen az egy kagyló, vagy egy régi óra, egy haszontalannak vélt elszakadt gyöngysor. Tevékenységem örömet ad, munkáim által kiteljesedem. Köszönöm, jól érzem magam. Legújabb munkáim, amiben most örömet lelem, az esküvői asztalok díszítése, és ehhez kellékre készítése. Hát itt az üvegvitrínben megcsodálhatják azokat az alkotásokat, amelyek a mellettem álló hölgy készít. Fogadják azt is szeretettel. Tényleg nagyon szeretek alkotni, nagyon szeretek mozaikozni, tényleg gombokkal, kövekkel, bármivel, fadarabokkal, bármit beépítek, bármire. Most nagyon megtetszett ez az esküvői tárgyak vagy kellékeknek a készítése, és most ebben lelem örömmel, egy kicsit vissza háttérbe szorítom a mozaikot, és Ákos szólt, hogy lesz egy ilyen kiállítás, ahol esküvői fotók is lesznek, és gondoltam, akkor én is egy kicsit összekapom magam, és egy pár dolgot elhozok ide, hogy lássák, hogy miket tudok így csinálni, vagy mivel szeretek időt tölteni az unokámon kívül. De amiket én összegyűjtöttem a pár év alatt, néhány év alatt az esküvői fotózásokkor, amit kapunk asztaldíszt, meg oda tettük mellé a Kati néniét is, azért a kontraszt elég nagy, hogy mennyi nagyobb a Kati néni, mennyire kreatívabb, egyedi szemben, ezt látni fogják a vitrínben. Jó, ne felejtsék el megnézni. Every piece of you.
kínosztad őket egy kicsit, fölkészültetek erre a rendezvényre. Nagyon jól éreztem magam, reméljük, hogy akik eljöttek, azok is jól érezték magukat, legyen egy 9. rendezvényünk is, ilyen jó hangulatban, ilyen tartalmasan, legyen így igaz, ahogy mondod. Ezennel megnyitjuk ezt a kiállítást, és fogadják szeretettel. Mondjuk egyszer, hogy a kiállítást megnyitjuk. Oh, yeah.
Ennek tanúsága volt a mai napnak egy szép emléklap, és fogyaszt egészséggel ezt a... Mit látod ilyen laporról? Egyik legősibb pincészetből való, az apátsági, panonhalmi apátsági pincészetből. Úgyhogy reméljük, hogy amilyen színvilág van a mögöttünk lévő fotókon, olyan lesz az íze. Olyan íze lesz. Ez is olyan varázslat, hogy fogyaszt egészséggel. Köszönöm szépen, kedvesek vagytok. Megtisztelt a lehetőség, Zsolti. Szerintem jól sikerült. Nem a kamera kedvéért mondom. Szerintem jól sikerült. Voltak érzelmes, még gondolatok voltak, könnyedebb pillanatok, nem rontottunk a zenében. Így van, szerintem ez nagyon összerakott. És ez jó volt, hogy volt külön még ilyen társkiállítás is. Így van. Is. Szerintem jó, dísznek nagyon szépek, csillától a szokásos módon. Hát itt is a művődési ház kollégákat, Perla Kierit vagy Sóstézál, Hályes Gábor, Dobos Feri, sokat dolgoztak ezen. Köszönjük a lehetőséget. Érintve a jövőre és a gondolatot. Köszönöm.